kezd be te is, mert szevasztok! Szevasztok! Készül sok a tisztok! Hello! Itt vagyunk. Tudjátok, mi lesz. Operatőröknek az élete, mert a legjobb részekről lemaradok, meg a legjobb pillanatokról, amikor pont a fejem fölött húz el ez a repülő, és hittik, hogy ilyenkor nem állok készen a kamerával, és nem tudom felvenni a legjobb pillanatokat. Na mindegy, ez van. Már kitalálhattátok, hogy kint vagyok a reptéren, illetve hát kint vagyunk Gabival, meg a fiával, Noellal, és hát láthatjátok, hogy itt épp mögöttem is itt vannak a repülőgépek, itt állomásoznak, meg repkednek el felettünk, de sajnos ez nem egy örömteli nap, hiszen ma van utoljára itt Miskolcon, kint legalábbis a Besenyői utcán a repülőtérnek az utolsó működési napja, ugyanis politikai, illetve különféle üzleti célok miatt bezár. Ami azt jelenti, hogy egy sajátosságát veszíti el a város, ami szerintem nem egy jó pont, és megint ott vagyunk, hogy a pénz, meg az üzleti célok, meg a politika megint elb***t minden. Hiába próbálják meg átköltöztetni valahova máshova. Több mint 90 év történelem az, ami most itt marad. Azon kívül, hogy katonai célokat láttak el a reptéren a 30-as, 40-es években, a sportrepülésben is jelentős szerepet töltött be a miskolci repülőtér. Április végén ki lehetett látogatni, sajnos nem voltam itt, amikor a Gripen is elhúzott itt valahol az itt lévők feje fölött, de hát most 30-án az utolsó nap kijöttem, és azért itt Vannyuzsi rendesen itt repül el mögöttem, ilyen, hát most meg nem mondom nektek, milyen repülő, de... Piros, maradjunk ennyibe, és nagyon gyors és fordulékony. Ha valaki akarta, akkor még ma megnézhette utoljára itt pompázni ezeket a csodálatos gépsárkányokat, szerkezeteket, és... Hát sajnos holnaptól el kell engedni őket, ipari terület lesz, és itt be fogják építeni, mert hát arra nagyon nagy szükség van, hogy persze munkahelyeket teremtsünk. Én aláírom, de akkor is egy igazi jellegét veszti a város ezzel, és egy karakterét veszti el a város ezzel tulajdonképpen, vagy legalábbis egy részét, hogy bezárják itt a repteret. Úgyhogy... átköltözünk délután Tapolcára, és megreptetjük mi is a drónjainkat. Hoppá, lehet, hogy valamit elszóltam. Szóval repkedni fogunk majd mi is ma egy kicsit Gabival, meg a fiával, Noellal. És hát azért is csináltam ezt a videót, mert a videó végén lesz egy kis bejelenteni való, ami a csatorna működésével kapcsolatos, és hogy mi várható a közeljövőben, az elkövetkezendő hetekbe, hónapokba, milyen videók fognak landolni itt a csatornán.
Szevasztok! Milyenek a repcsik? Baró. Baró. Főleg ez a piros. Az nagyon kemény. Az nagyon. Jaj! Majdnem telibe kaptál, haver. Nagyapa keres erősen. Gyula bácsi. A mi kettőt Gyula bácsi. Gyula bácsi befogta. Gyula bácsi. A f*** Gyula bácsiba. Na, és most végre most már ezt levehetem, mert azért elég meleg van ebből a sapkába, és hát már aktualitását is vesztette, hiszen itt is vagyunk Tapolcán, ahol Gabiék felmentek Noellal bobozni egyet, én pedig addig itt. És itt a közben elmondom akkor nektek, hogy az elkövetkezendő hetekben utazás és nyaralás témában várhatók videók a csatornán. Hova? Meg már ide is elér a lábam, meg ide is. Jó volt? Jó volt? Potet! Hogyan értik a büdös kacsát? A büdös kacsát. Sapka vissza. Sapka vissza. Lesznek újra feltöltések, tehát két évvel ezelőtti vlogok, illetve nyaralós videók, és hát idén megyünk itt Európán belül két helyszínre is. A lényeg az, hogy következnek az olasz hetek. És aztán majd a többit később. Nem lövöm le a poént, jó lesz, klassz lesz, kalandos lesz itt minden, külföld, belföld, úgyhogy nyáron várhatóak új videók itt a csatornán, hogyha érdekel titeket. Kurva érdekes, nem? Kicsottul érdekes, hogy tetszik nektek a videó, meg úgy egyáltalán, akkor fejejétek szét a feliratkozás gombot, valahogy így hamarosan találkozunk. Jó munkát, sziasztok! Köszönöm, főcsicsok! A cappuccinoja! Torta a lézt! Kész? Kész! Eheted!